Debreceni orvosok szerint ugyanis nagyon jól jöhetnek nekünk a zsírcsertjeink, különösen, ha fájnak az ízületeink. Az őssejtekkel végzett terápiáról egyre többet hallunk. Mivel az őssejtek képesek átalakulni a szervezet valamennyi sejtjévé, hamar a figyelem középpontjába kerültek az erre irányuló kutatások, kezelések. Stábunk Debrecenben járt utána az egyik legújabb eljárásnak. Léteznek embrionális őssejtek, és léteznek úgynevezett kötőszöveti őssejtek, amelyekről azt kell tudni, hogy különböző sejtféleségé képesek differenciálódni, átalakulni, olyan sejt és szövetféleségé, amire a szervezetnek éppen szüksége van. Ezeket nem csak őssejteknek, hanem inkább regeneratív sejteknek szoktuk nevezni. Vékony tűvel végzett zsírleszívás után a zsírszövetekből őssejteket nyernek, melyek majd a károsodott területek rekonstrukciójában segítenek. Nagy felhasználási vonala van az így kinyert regeneratív sejteknek. Az egyik a mozgásszervi sebészet, az ortopédia, a másik pedig a plasztikai sebészet. Porc kopásomban és a nagy műtétet, tehát el szeretném kerülni. Nagyon egyszerű az eljárás, zárt rendszerben történik, a műtőben a beteg hasfalából, vagy ha ott nincs elég zsír, akkor a combjából, kinek milyen az anatómiai adottsága, szívunk le zsírszövetet, és ebből állítjuk elő a műtét közben egy zárt rendszerben azt az őssejt szuszpenziót, amiben különböző őssejt és reparatív ingereket adó sejtek vannak, és ezt adjuk vissza a beteg ízületbe. Alapvetően jelenleg csípő és térizületekkel van a legnagyobb tapasztalatunk. A zsírszövetekben nagy koncentrációban vannak őssejtek, melyeket szabadalommal védett technológia alkalmazásával nyerhetnek ki. Egy olyan 3 hónap, amíg a teljes beépülés várható, de tulajdonképpen ezek a sejtek, hogyha megtapadnak kívánt módon és beilleszkednek, akkor már elkötelezett sejtek lesznek, és ezeknek is megvan a maguk életciklusa, és kedvező esetben, aztán gyakorlatilag adott esetben az ízületeknél porcsejtekként viselkednek. Bármilyen ízületi porcsérülés miatt jó hatással alkalmazható a módszer. A másik csoport azok a középkorúak, akiknek már különböző degeneratív jelek megjelentek az ízületükben. Mindenkit óvunk attól, hogy egy csoda módszerről álmodozzon. Csodálatosan jó a módszer, de nem csoda módszer. Nagyon, nagyon megválogatjuk, hogy kik azok, akik alkalmasak rá, és nagyon szigorúan veszük az indikációt, ugyanis sok beteg kérdezi, hogy elvégezhető-e az a beavatkozás. Elvégezhető bárkinél, de olyan betegeknél, akiknél nagyon kevés esély van arra, hogy ez akár átmenetileg is javulást eredményez, azok a betegeket nem vállaljuk, lebeszéljük a beavatkozásról. Nagyon divatos az, hogy a hölgyek igyekeznek megszabadulni az utolsó zsírsejtjüktől is. Vésjük az agyunkba, hogy ezek a zsírsejtek, ezek még olykor akár jó hasznunkra lehetnek, tehát ezek azért egyesek úgy fogalmaznak, hogy ez a sárga arany, ami a bőrünk alatt van, és ezt az aranytartalékot nem érdemes teljesen elveszíteni.